A sportág egyik legjelesebb közép-európai képviselőjét, a magyarországi Kopasz Bálintot látták vendégül a komáromi kajakkenu klubban. Az Európa világ és olimpiai bajnok kajakozó a közös evezés előtt előadást tartott a komáromi gyerekeknek. 9 évesen kezdtem el a kajaksportot, és előtte 7-8 évesen még kenutúrákon vettem részt, anyukám, apukám edzősködött. A találkozóra az édesanyja is elkísérte, aki egyben a bajnok edzője is. A nap fénypontja természetesen a közös vízre szállás volt, ahol mindenki igyekezett ellesni valamit az olimpiai bajnoktól. Példaképemnek tekintem ezt az olimpiai bajnokot, mert nagyon sokat mondott is most, amit így tanulságosat, és szerintem nagyon sokan fognak még róla példát is venni, akik még nem. Ez a közös evezés sok élményt adott, és motivációt arra, hogy tovább folytassam. Megtanultam tőle azt, hogy nem szabad soha feladni, és mindig kell küzdeni azért, hogy elérjünk valamit az életünkben, és hogy a barátainkat sokszor félre kell tenni, és a bulikat is, hogy ilyen helyeket elérjünk. Nagyon jó érzés volt egy olimpiai kajakossal evezni, meg úgy látni, hogy hogyan evez a technikáját, hogy majd tudom én is majd azt csinálni, megpróbálom. A király kategória, azaz a K1 1000 méteres szám olimpiai bajnokával a fiatal kajakosoknak nagy élmény volt együtt edzeni, és nem ez volt az utolsó alkalom, hogy egy olimpiai bajnoktól tanulhattak. A tervek szerint ugyanis a magyar női kajak 4-essel aranyérmet szerző Kárász Annát is vendégül látják hamarosan a Komáromi Egyesületnél. Nagyon fontos üzeneteket hordoz magával egy olimpikon látogatása, hiszen ez a megtestesítése annak, hogy az alázattal milyen messzire is el lehet jutni, és hogy a becsületes hosszú távú munka mindig megtérül. Kopasz Bálint elmondta, jól érezte magát Komáromban, és szívesen jön újra bármikor. Nagyon jó érzés volt ilyen sok fiatal, feltörekvő tehetséggel együtt kajakozni. Nagyon aranyosak voltak a srácok, lányok. Jó volt látni, hogy ilyen sok fiatal választja a kajaksportot és élvezik. Tényleg ez zseniális környezet, ahol a fiatalok minden nap edzhetnek és készülhetnek, és élvezhetik a természet szépségét. Kopasz Bálint édesanyja, aki egyben edzője is, azt javasolta az ifjú titánoknak, csak az pályázott igazán kiemelkedő sportsikerekre, aki alázattal és tisztességgel dolgozik. A férjemmel mi mindent elkövettünk, hogy a három fiunk a legjobb nevelésben részesüljön, és azt gondolom, hogy sikerült így utólag már ezt mondanom, hogy a másik két fiamra is a saját területén rendkívül büszke vagyok. Nem is az elért eredmények, hanem az emberi oldalukra vetítve. Tehát igazi jó emberek, tisztelettudóak, mindig is azok voltak. Mi is ilyenek vagyunk a férjemmel, mert mi is ezt kaptuk útravalónak a szüleinktől. És én ezt átadtam a versenyzőimnek, átadtam tanárként a nebulóknak is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó út, egy jó követendő példa, hogy átadjuk a generációknak a tiszteletet. Köszönöm. Köszönjük szépen.